Jó napot kívánok mindenkinek, beültem egy Toyota Aurisba, az alsó ajtót is becsuktam. Üzemanyag van benne, 122-922 km/h állása, és megpróbáljuk még egyszer beindítani. Nem betoltuk a gépet, remélem, hogy be fog indulni, és minden szépen tisztán jár az autóban. A mocián kívül nézzük, hogy mi van benne, hát szépen veszi a fordulatot. Minden ellenőrző lámpa kialudt, nem vagyok bekötve, és be van húzva a kéziférkünk. Két légzsák itt elől biztos, hogy van, de itt az ülésekben is van, úgyhogy négy légzsák van benne. Az autóban gyári zene, ami jól szól. Aztán manuális klíma van, összes gyári kulcsa a riasztó egységével együtt megvan, kódokkal együtt. Ami jól szerintem, hogy hatos váltó van az járgányban, és vezetett szervizkönyve, itt van mellettem a szervizkönyve. Rendszeresen végigvezetett szervizkönyve van neki, 2012. 5. hó 24 az utolsó bejegyzés, az egy éve volt utoljára a szervizben a szerkezet. Úgyhogy ez a része teljesen tiszta az autónak. Nézzük meg kívülről, hogy mit találunk még itt az autó. Kívül a karosszériája teljesen egybe van, nincs rajta rányítás sem, karistolás sem. Én ezt úgy láttam, abszolút friss műszakival adjuk az autót, 3 év friss műszakival kerül átadásra a szerkezet. Kinyitom az autó hátulját, itt teljes tisztaság és rend uralkodik. Szerintem egy család részére ez egy megfelelő csomagtér lehet. Nézzük meg a motorterét is, hogy mit kínál itt nekünk a Toyota. Egy csendes motor kínál nekünk, nagyon szép csendesen jár. Látszik, hogy a szíjak is szinte újak rajta, mert szépen látszanak a minták rajta, úgyhogy biztos nemrég volt cserélve. Tiszta a tartály, de hát milyen legyen. 101 dolláros különben ez az 1330 köbcentis motor, ami igazán szépen hasítja a levegőt, hogyha nyomjuk neki a gázt. Az autó így néz ki kívülről, remélem ez önöknek valamelyest ugye megtetszett, azért is nézegetnek itt minket az M3 autóparkban. Itt a 15. kerület 90 számban megtalálnak minket, a viszontlátásra.